Az elmúlt napokban már megtapasztalhattuk a tél igazi arcát, ezzel együtt a téli közlekedés velejáróit is. Az eső, havas eső és hó miatt csúszós utak, a rossz látási viszonyok, köd, szürkület mind nehezítik a közlekedést az elkövetkező időszakban is, épp ezért az emberek nagy többsége már jóval a tél beállta előtt tudatosan felkészült. Átcserélem a téli gumira, megnézettem a fagyálót, ugye, az fontos. Más, ugye, főleg ha esik a hó, akkor lassabban megy az ember, csúszósabbak az utak, óvatosabban kell, oda kell figyelni, párásodik az ablak, stb. A megváltozott közlekedési körülmények váratlan helyzet elé állíthatják a járművezetőket, éppen ezért fontos, hogy a gépkocsi vezetők vezetés technikailag is felkészültek legyenek. Hát ez csak úgy működik, ha az ember észreül abba az autóba és úgy nyomja azt a gázpedált. Másképp a jeges úton teljesen mindegy, hogy milyen gumi van fönn, ott az autó, az csúszik, az megy. Itt csak az embere múlik, aki fogja a kormányt, hogy vezet. A tél azonban nem csak a sofőrök számára kemény időszak, hanem az autóknak is. Főleg azért, mert sok járművezető nem szán arra időt, hogy téliesítse az autóját. De ugye az, hogy a garázsból elinduljunk, vagy akár az autó parkolójából, ugye azt tudni kell, hogy milyen gumink van a járműben, világításaink rendben vannak-e, az ablaktörlőink rendben vannak-e, fagyáló van-e az ablaktörlő, vagy az ablakmosóban, mert ugye sajnos, ha odafagy, hát nem fog kilátni rajta ugye senki. Fontos, hogy az út kanyarolatokat mérsékelt sebességgel és körültekintéssel közelítsük meg, hiszen az ott megjelenő vízátfolyások, lefagyások, a nem megfelelő sebesség és esetleg a kopott, nem megfelelő bordamélységű gumiabroncs miatt a baleset bekövetkezhet. Ha belekerünk egy olyan szituációba, hogy megcsúszik, megfarol a jármű, ugye itt lehet minden, sok mindent hallani. Ide kormányzunk, oda kormányzunk, ellent kormányzunk. Én mindig azt szoktam javasolni, túl nagy balhét ne csináljanak, hogyha csúszik, az úgyis fog csúszni. A kormányzásnak akkor van lehetősége, meg jelentősége, hogyha az autó valamelyik kereke még alkalmas hajtásra. Akkor ugye van értelme, hogy még elfordítsuk erre vagy arra, hogy az ömeautó az nem négy kerékhajtásos, hétkerékhajtásos, ott nagyon kevés ez az esély. Tartsunk nagyobb követési távolságot az előttünk haladó mögött, és kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat. Ebben az időszakban és útviszonyok mellett előnyösebb a motorfék használata és a szakaszos fékezés. Ne feledjék, ez csak pár jó tanács, ami a téli időszakra jellemző baleseti fajták megelőzését szolgálja. Vezessenek mindig körültekintően, az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően.